Az őszi szezonban eddig nem volt visszalépő vagy kizárt együttes a labdarúgó megyei első és másodosztályban, ami az előző évekhez képest mindenképp örömre adhat okot, hiszen eddig szinte mindig volt arra példa, hogy szezon közben esnek ki csapatok a versenysorozatból. Így továbbra is teljes létszámmal 16, illetve 48 csapattal fordulnak a bajnokságok a tavaszi folytatásra. A megyei harmadosztályban már rosszabb a helyzet, és az utánpótlás együtteseknél is néha akadtak problémák az ősszel. Sajnálatos azonban, hogy a megye harmadosztályban a legalacsonyabb osztályban felnőtt szinten ismét volt, kettő visszalépő egyesület, illetve kettő egyesületet ki kellett zárni a sorozatos kinemállások miatt. Utánpótlás szinten nincsen még visszalépő egyesületünk, viszont a szomorú, hogy utánpótlás szinten nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol létszámhiányosan álltak ki csapatok, vagy esetleg el sem mentek, tehát egy-két csapat feje felett azért a kardot lebeg, mert a következő kinemállás után már esetleg őket is ki kell zárni, bízunk benne, hogy rendezik télen majd a sorokat az érintett egyesületek. Vaka Árpád szerint jó fél évet zártak a megyei bajnokságok tekintetében, a mérkőzéseket nagyobb problémák és rendbontás nélkül le tudták játszani a csapatok, mindössze egy találkozó szakadt félbe az ősszel. A mérkőzések színvonala pedig természetesen hát attól függ, hogy milyen mérkőzésen voltunk jelen. Én magam is sokszor jártam azért a megyei futballpályákat, láttam nagyon jó mérkőzéseket, láttam kevésbé jókat, de hát ez mindig a csapatok erőssége határozza meg. A megyei első osztályú bajnokságunk azért elég erős, ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy az országos főtáblára jutott Magyar Kupába, az országos főtáblára jutott csapatok közül azért többen is mentek egy-két kört a megyei csapataink közül. Ugye Nagyhalász az első fordulóban ugye nem tudott győzni, de egy NB3-as csapat talán nagyon sokáig partiban volt. Az Ibrány ugye egy NB2-es csapatot kiejtett, egy NB3-as csapatot kiejtett, a következő magasabb osztályt már nem tudta sérni, mert mindig talpon van, a legjobb 16 között, tehát a sérjük Arnifex NB2-es, NB3-as csapatokat búcsíztatott, és ott van most a 16 között a Magyar Kupába, ami azt is jelenti, hogy az amatőr kupadöntőt fog majd játszani, jövőre Nagykanizsával. A Siti Ferenc irányította a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye színeit képviselő futballcsapat is helyt állt december első hétvégéjén a megyei válogatottak tornájának északkeleti selejtező csoportjában, a Heves elleni 0-0-ás döntetlennel, a Borsod elleni 2-0-ás vereséggel és a Hajdú elleni 6-0-ás, valamint a Nógrád elleni 4-1-es győzelemmel a második helyen végzett. Sajnos most az elmúlt években azért sokszor volt, hogy az első két helyezettek jutottak tovább a régióba, a 8-as döntőbe, de most csak 4-es döntőt rendezett az MLS, és így csak a csoportgyőztes juthatott tovább. A Borsod megye válogatottja sportszerűen el kell ismerni, hogy valóban jó volt most, megérdemelten jutott be a 4-es döntőbe, és ott végül harmadik helyen végzett. Innen is gratulálunk Borsod megyének, nagyon színvonalas meccset játszottunk egymással. Most jobbak voltak nálunk, két évvel ezelőtt mi voltunk jobbak, reméljük, hogy két év múlva megint mi leszünk jobbak. A megyei csapatoknak a téli szünetben erősítésre is lehetőségük lesz. Január 15-én indul az átigazolási időszak télen, és február 14-ig tart, fontos dátumok, és az is fontos, hogy a téli átigazolási időszakban nincsen szabadon igazolhatóság. Ez azt jelenti, hogy csak és abban az esetben tud a alapesetben a játékos klubot váltani, hogyha az a klub, ahol most jelenleg focizott ősszel, aláírja az átigazolási lapot. Tehát azon kívül nem tudnak alapesetben, még egyszer mondom, játékosok átigazolni. Ugye azért mondom, hogy alapesetben olyan játékos, aki már egy éve nem lépett pályára, például vannak ilyen kivételek, ők ugye szabadon tud igazolni, de akik most ősszel játszottak X csapatba, ők Y-ba csak úgy tudnak menni, hogyha az átadó klub elengedi, és az átigazolási lapot aláírják, nincsen más lehetőség, tehát ez nagyon fontos kiemelni. A téli szünetben a megyei bajnokságú csapatainak a pihenés mellett a felkészülésre is lehetőségük lesz. Január 27-e és február 18-a között rendezi meg az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága 54 csapat részvételével a nagypályás műfős labdarúgó tornát.